Tisztelettel köszöntök mindenkit! A kapcsolófajtákat és azok bekötését nézzük meg aktuálisan csak az elméletben. Számos kapcsolófajta létezik, amelyek különböző igények kielégítése érdekében jöttek létre, és alkalmazzuk őket. Az alábbiakban áttekintjük e kapcsolófajtákat és elnevezéseiket. Ha így hívod őket, akkor biztosan tudni fogják a boltban, hogy mire gondolsz, és fordítva te is érteni fogod, hogy mit mond a szakember. Kezdjük a legegyszerűbb és leggyakrabban használt kapcsolófajtával, az úgynevezett egypólusúval, vagy más néven 101-essel. Ezzel a kapcsolóval a fázis szakítjuk meg, vagy épp kapcsoljuk be. Az utána bekötött fényforrások száma lehet több is, mint egy, viszont biztosan együtt fognak világítani, ha csak nem ment tönkre az egyik. Zárójelben megjegyzendő, hogy létezik ennek a kapcsolófajtának a három fázisú társa, de azt főként ipari létesítményekben használják, itt részletesebben ezért nem is térünk ki rájuk. Lényegében ott arról van szó, hogy három fázis megy be abba a kapcsolóba, és mind három fázist egyszerre szakítja, kapcsolja. Folytassuk a 102-es sorszámú kapcsolóval. A kétpólusú kapcsoló szintén rendkívül egyszerű, abban különbözik az egypólusútól, hogy ebben az esetben nem csak a fázis vezetéket, de a null vezetéket is megszakítjuk. Nedves helyiségekben, például a fürdőszobában a világítás kapcsolására használatos. A köznyelvben csillárkapcsolóként ismert eszköz lényege, hogy két különböző áramkört tudunk egy helyről kapcsolni. A csillárkapcsoló két felé választja a fázist, magán a kapcsolón két billenő kapcsolóban. Ha az egyiket felkapcsoljuk, akkor az lesz aktív, ha a másikat, akkor az is. Egymástól függetlenül működnek. Erre a legtipikusabb megoldás a mennyezeti csillárlámpa, ahol több izzó is van, amiket külön kapcsolhatunk fel. Ma már az állítható fényerejű LED izzók világában egyre kevesebb háztartásban van ilyen elven működő csillár. Az alternatív vagy más néven váltó kapcsoló kicsit fordítottja az előzőnek. Itt két kapcsolóval, jellemzően különböző helyekről kapcsolunk egy fogyasztót. Megjegyzendő természetesen, hogy több lámpát is kapcsolhatunk, de azok mindegyszerre egyként fognak világítani. Tipikus használata folyosókon vagy lépcsőkön történik. Egy billenő kapcsolóval rendelkezik. Vegyük például, hogy a lépcső alján van egy ilyen alternatív kapcsoló, amivel felkapcsoljuk a lépcsőket megvilágító lámpát, majd ha felértünk a lépcsőn, ott is van egy másik, szintén alternatív 106-os kapcsoló, amivel a korábban megvilágításra bírt lámpát lekapcsolhatjuk, és fordítva is működik az egész. Ez utóbbival is visszakapcsolhatjuk a lámpát a kapcsoló egy másik állásával. A kapcsolóknak ez esetben nincs egy fix funkcionális billenő állapota, ahol vagy fel, vagy le van kapcsolva a lámpa, minden attól függ, hogy mi történt legutóbb, és a másik irányba kapcsolva lehet változtatni az állapoton. A két kapcsoló szorosan összekötődik. Rendkívül praktikus megoldás. Nagyobb lakásokban a magasabb fokú kényelem érdekében elengedhetetlen a használata. Térjünk át a dupla alternatív kapcsolóra. Na ez már igazi nagy ágyú. Nemhogy különböző helyekről tudunk vele kapcsolni izzót, de valójában izzókat. Tehát akár több világító testet is külön. Dupla billenő kapcsolóval rendelkező 106-os kapcsoló két alternatív áramkört lehet vele kialakítani, racionálisabb elrendezéssel. Természetesen csak a hely adottságai és a felhasználó igények ezt megkívánják. Ez a kapcsolófajta tehát pontosan úgy működik, mint egy 106-os kapcsoló, csak az egyik billenő kapcsolójával az egyik, a másik billenő kapcsolójával pedig a másik áramkör tudjuk kapcsolni. Legtipikusabb példa, ha egy lépcsőházban nem csak középen van izzó, hanem a földszinten és az emeleten is. Ekkor a lépcső alján és tetején elhelyezünk 106-os kapcsolókat, de mi középen a lépcsőfordulóban is akarjuk fellekapcsolni az alsó és felső lámpákat. Ekkor középre egy 106 plusz 6-os kapcsolót helyezünk fel, az egyik billentyűjével az alsó, a másik billentyűjével a felső lámpát kapcsolhatjuk. Míg az emeleti lámpát az emeleten elhelyezett 106-os kapcsolóval is tudjuk tetszőlegesen használni, ugyanez igaz az alsó részre is. Végezetül pedig nézzük a keresztkapcsoló működését. Ha az előbbi nagy ágyú volt, akkor ez maga a teljes tüzérség, legalábbis ami a bekötését illeti. Ezt a fajta kapcsolót abban az esetben használjuk, mikor egy, vagy akár több, de együttesen működő fényforrást szeretnénk kapcsolni három vagy több helyről.
A keresztkapcsolót két alternatív kapcsoló közé kötjük. Lényegében tetszőleges számú keresztkapcsolót beköthetünk, ám a vezetékezés túl bonyolultsága miatt a gyakorlatban jellemzően egy vagy két keresztkapcsolóval találkozhatunk az említett esetben, amennyiben egyáltalán szükséges. Köszönjük szépen a figyelmet!